Ez az a pillanat, amikor elrepült a tojó a fészekről, megijesztette a darúval emelkedő madarász. Ilyenkor a stressz helyzet normális, de a madarak hamar túllépnek rajta, mondta a szakember. A felnőtt madár hamarosan visszatér, addig a szakemberek gyűrűznek. Az állatorvos 4 fejlett fiókát tett a papírdobozba, és hozott le a villanyoszlop tetején lévő fészekből új perinten. A puha bél és komfortos a kismadarak számára. Lentről úgy néz ki, hogy ez egy ilyen szúros, bökös valami, de bent ez egy, mint egy nagy asztal, nagy kerek asztal, ami pihe, puha, száraz fűvel ki van rakva, tehát egész kényelmesnek tűnik. Kétféle gyűrűt tesznek fel a lábukra, ez a folyamat egyáltalán nem fájdalmas nekik. Az alumínium tartósabb, a műanyag viszont jobban látható. Az érdeklődő tömegből sokan megsimogatták a kis gólyákat, mivel a madarakat nem zavarják az idegen szagok, erre most lehetőség nyílt. A fiókák jól bírták a gyűrődést. Közben előadást is hallhattak az érdeklődők környezeti nevelési célzattal. Nyilván szeretnénk megtudni, hogy a jelölések alapján a visszajelzésektől a mi gólyáink után hová mennek, merre mozognak, a későbbiekben hol fognak fészkálni, ez egy fontos információ. Ennek, hogy itt lehozzuk, és itt helyszínen gyűrűzzük meg, ennek viszont főleg inkább ilyen oktató-nevelő célzata van. Tehát az, hogy az emberek testközelből itt laknak, szerintem és sokszor nem is gondolják, hogy itt milyen kis csodák vannak. A gyűrűzést figyelemmel kísérte Király Gábor is, hiszen a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai épp a sportlétesítmény mellett dolgoztak. Mit kevesen tudnak rólam, hogy ahol most állunk, a szüleimnek az egyik szülői ház az itt van mögöttünk, a másik szülői ház pedig erre van, és pont félúton vagyunk, és én itt nőttem fel ebbe a kanyarba, és pici gyerekként még itt az egyik háznak a kerítésén mindig néztük a gólyákat, hogy mikor jönnek, és erre a mögöttünk lévő villanyoszlopra mikor fészkelnek. Így tették vissza a fészekbe a kicsiket. Látszik, hogy szőrrel, gyapjúval alaposan kibélelt otthonuk van. Táplálék is van számukra elegendő, így tudja etetni a viszonylag sok fiókát az évről évre hazatérő gólyapár. Kótai Andrásék 7 fészket kerestek fel a megyében, Kőszeg környékén pedig további 8 helyen 22 fiókát gyűrűztek a Madártani Egyesület szakemberei.